Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Szebb Lelkész Podcast. Én Kovács Viktor vagyok. Ma a Biblia tanulmány rovatok második évadának harmadik epizódjában egy újabb olyan igehelyről fogunk beszélni, amely adott esetben már a könyökünkön jön ki. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt fölhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel a Szebb Lelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Podbean-en, a Spotify-on, a Facebookon, és iratkozzatok fel a kötőszóra is, hiszen ez a mai adás is a kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra. Iratkozzatok fel a kötőszóra a Facebookon és a YouTube-on is, de mindenek előtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ elsősorban, de nem csak luteránus szemmel. A mai adásunknak a témája egy olyan nagyon rövid, egy igeversből álló szakasz lesz, amelyet azt hiszem, hogy minden gyakorlott templomba, gyülekezetbe, keresztény közösségbe járó ember, hát ha nem is kívülről tud, de kívülről tud. Ez az igevers pedig egy névhez és két számhoz kapcsolódik, ami így hangzik: János 3.16. János evangéliumának harmadik fejezete, 16. vers. Ez, amit úgy szoktunk nevezni, hogy Dióhé evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez egy annyira tömör és annyira nagyon jó megfogalmazása igazából az egész evangéliumnak, ezért nevezzük különben dióhéi evangéliumnak, mert hogy egy dióhényi szövegben, hogy így mondjam, összefoglalható az evangéliumnak az üzenete, vagy hát a legjobban így van összefoglalva, hogy ez gyakorlatilag beleégett a kereszténységnek az évezredeibe. Minden hívő ember ezzel találkozik, ezzel foglalkozik, és hát nagyon sokan vannak, azt hiszem, amik ezt tényleg kívülről tudják. Én mindig szoktam hangsúlyozni a csatornán, hogy bármennyire is jó legyen egy-egy igevers, de egy igeversből nem lehet teológiát csinálni, és éppen ezért mindenek előtt meg kell vizsgálnunk ennek az igének a kontextusát, avagy a környezetét, azt, hogy milyen szövegkörnyezetben, vagy milyen írói környezetben helyezkedik el ez a nagyon tömör és nagyon népszerű igevers. Így hát mielőtt belevágnánk ennek az igeversnek a gyakorlatilag szóról szóra való értelmezésébe és az erről való beszélgetésbe, azelőtt mindenképpen nézzük meg, hogy hol található meg ez az igevers. Ez az igevers János evangéliumában található meg, amely a Biblia szerkesztési sorrendje szerint a negyedik evangélium. Értjük ezt a negyedik, ezt nem úgy, hogy négy darab evangélium van, hiszen csak egyetlen egy darab evangélium van, ahogy erről Márk evangéliumának első fejezet, első verse tanúbizonyságot tesz, hogy ez Jézus Krisztus evangéliumának kezdete, tehát mindegyik Jézus Krisztusról szóló evangélium az evangéliumról szól, csak éppen négy különböző szemszögből. Tehát visszatérve, a Biblia szerkesztési sorrendjében negyedik Jánosnak az írása, aki nagyon sok mindenben eltér a többiektől. Mátét, Márkot és Lukácsot szinoptikusoknak, idegen szóval, görög idegen szóval, szinoptikusoknak, azaz együttlátóknak szoktunk nevezni, mert hogyha valaki elolvassa Mátét, Márkot és Lukácsot, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen nagyon hasonló szerkesztési stílusuk, nagyon hasonló a történetvonalvezetésük, körülbelül ugyanazokról a történetekről beszélnek, nem 100%-ban, de nagy részben. Ha viszont emellé, a három mellé odaállítjuk János evangéliumát, akkor azt látjuk, hogy az valami egészen más. János evangéliumának a szerzőségéről mind a mai napig vitatkoznak a Biblia tudósok, de annyiban bizonyosak lehetünk, hogy ezt nem effektíve János apostol írta, ugye egy az egybe első szótól az utolsóig. Minden valószínűség szerint volt egy tanítványi kör, amit a teológia jánosi tanítványi körnek nevez, akik Jánosnak a tanítványi, illetve tanítványainak a tanítványai voltak, akik lejegyezték ezeket a történeteket, áthagyományozták ezeket a történeteket, majd végül egybe szerkesztették. Ezt abból is gondoljuk, hogy minden bizonnyal az evangélium végleges formája az János evangélistának a halála után történt meg. Mondjuk ezt akkor is, hogyha az egyházi hagyomány szerint János evangélista volt az, aki legtovább élt, és ez nem csak abból adódott, hogy talán ő volt a legfiatalabb a tanítványok között, ez is csak hagyomány különben, tehát nem biztos, hogy ez így volt, de hogy nem csak abból adódott, hogy később kezdte az életet, mint a többi tanítvány, hanem abból is, hogy az egyházi hagyomány szerint ő volt az egyedüli, aki természetes halált halt.
mégpedig nagyon idős korában. Érdemes ezt átgondolni, hát ez egy ilyen megjegyzés, de hogy érdemes átgondolni ezt annak a függvényében, hogy János evangélista volt az egyetlen az apostolok közül, aki ott volt a kereszt alatt, és ő volt az, akire Jézus az ő édesanyját is rábízta, a keresztről leszólva. Ezen érdemes elgondolkozni, elmeditálni. Szóval János evangéliumában van benne a mai igénk a harmadik fejezetben. János evangéliumának nagyon sok szempontja van, hogy mi alapján állított össze, hiszen az evangéliumok elsősorban nem időrendi sorrendben dolgoznak, hanem elsősorban tematikusan, tehát témák szerint csoportosítják a jézusi mondásokat és történeteket. Most anélkül, hogy így nagyon mélyen belemennénk abba, hogy János evangéliumának milyen tulajdonságai vannak, a lehető legapróbb nüanszokat is figyelembe véve, egy valamit nagyon ki kell emelnünk ahhoz, hogy megértsük a János 3.16-ot, ez pedig az, hogy János evangélista nagyon szerette a beszélgetéseket. Mármint, hogy nagyon fontos szerepet játszott az ő evangélium lejegyzésében az, hogy Jézus kikkel, hogyan beszélgetett. Sok nagy beszélgetést találunk János evangéliumában, arányaiban sokkal többet, mint amennyit mondjuk a szinoptikusokban, tehát Máté, Márk és Lukács írásaiban. És ezek a nagy beszélgetések nagyon sok teológiai, nagyon sok hitéleti, nagyon sok hétköznapi témát dolgoznak fel, és ezeken a beszélgetéseken keresztül, sokszor ezeken a beszélgetéseken keresztül közvetíti János evangélista azt az üzenetet, amit Jézus Krisztussal kapcsolatban át szeretne adni nekünk. És ezek közül a nagy beszélgetések közül az első, az, amiben található a János 3.16, a Dióhé evangélium. Ez az első nagy beszélgetés, ez Nikodémussal történik, Jézus beszélget Nikodémussal. Ki volt ez a Nikodémus? Nikodémus egy farizeus volt, azaz egy olyan vallási politikai, ez akkoriban így összefonódott, meg sokszor nem csak akkor, hanem, na mindegy. Szóval Nikodémus farizeus volt, ami egy olyan vallási politikai párt volt, akik azt tűzték a zászlójukra, Krisztus előtt nagyjából 400 évvel alapították őket, hogy meg kell őrizni a mózesi törvényeket, amennyire csak lehet. És itt most megőrzés alatt nem elsősorban azt értünk, hogy egy vitrínbe betenni és ott megőrizni, hanem hogy ezt a hétköznapok részévé tenni, és minél jobban megélni, és minél pontosabban betartani a mózesi törvényeket, mert az volt a meggyőződésük, hogy Izrael fennmaradásának a kulcsa az, hogyha minél jobban ragaszkodik a törvényhez. És azért valljuk be őszintén, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt abban az időben. Csak hogy azóta eltelt 400 év, és ez alatt a 400 év alatt mondjuk úgy, hogy ez a társaság meglehetősen, és tisztelt a kivételnek, meglehetősen korrumpálódott, és hihetetlenül képmutató lett. Magyarul a betűjét a törvénynek nagyon erősen tartották, viszont mögé semmilyen lelkületet nem tettek, így nem törvény tisztelőknek lehetett nagy többségüket tekinteni, hanem inkább törvényeskedőnek. Na, de hogy egy picit árnyaljuk ezt a kérdést, nem szabad a farizeusokat 100%-ig leírni, hiszen olyan személyiségek kerültek ki közülük, mint például ez a Nikodémus, akiről többször is van szó az evangéliumban, illetve Tarzuszi Saul is, akit azt hiszem a legtöbbünk inkább egy másik néven ismer, ő volt Pál apostol. Tehát Nikodémus, ez a farizeus, érkezett meg Jézushoz, hogy beszéljen vele. Nagyon izgalmas maga az a körülmény, hogy a harmadik fejezetnek az elején olvassuk azt, hogy az éj leple alatt érkezett. A farizeusok, mint azt tudjuk az evangéliumból, nem igazán szívlelték Jézust, ennek nagyon sok oka volt, de ebbe most nem megyünk bele. A lényeg az, hogy Nikodémus csak úgy mert Jézussal közvetlen kapcsolatba kerülni, hogy mindezt az éj leple alatt tette meg, és így beszélgetett Jézussal titokban. Később aztán kicsit határozottabban fölvállalta Jézus iránti szimpátiáját, de itt még az elején ezt csak nagyon titokban merte megtenni. És ebben a beszélgetésben, ebben a hosszúra nyúlt beszélgetésben nagyon sok mindenről beszélgettek. Beszélgettek a törvényről, hogy mit is jelentenek tulajdonképpen a mózesi törvények, a hívő életről, beszéltek az újjászületésről, az üdvösségről, arról, hogy hogyan lehet a hitet a hétköznapokban megélni. Nagyon-nagyon sok minden téma előkerül ebben a beszélgetésben, és talán ezek közül a témák közül is nem csak népszerűségében, hanem jelentőségében is kiemelkedik egy téma, azon belül is egy igevers, amellyel ma foglalkozunk. A harmadik fejezet, 16. verse.
Nos, akkor hangozzon el még egyszer az ige szakasz, amivel van foglalkozunk, János evangéliumának 3. fejezete 16. vers, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt az egy ige verset is több szakaszra fogjuk felbontani, ugyanis logikai egységekből, vagy hát ilyen logikailag egymásból következő részekből áll. Aki a YouTube-on nézi az adást, az már a tördelés alapján, tehát ahogy itt a képernyőn megjelenik az igevers, már abból is láthatja, hogy nagyjából mik lesznek ezek az egységek, de csak nagyjából, de el is mondom, és jelölni is fogjuk. Az első egység az az úgy szerette Isten a világot, a második egység, hogy egyszülött fiát adta, és a harmadik egység pedig, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, és ezt a harmadik egységet, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, három részre bontjuk föl, mondjuk egy A részre, az, hogy aki hisz ő benne, B rész, el ne vesszen, és C rész, hanem örök élete legyen. Tehát így három részre bontjuk föl, vagy mondjuk 3 plusz 1 részre bontjuk föl, és a harmadik rész az A, B és C részből áll. Tehát még egyszer, úgy szerette Isten a világot, ez az első, hogy egyszülött fiát adta, ez a második, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, ez a harmadik, mégpedig olyan formán 3 részre bontva, hogy aki hisz ő benne, az A, el ne vesszen, B, hanem örök élete legyen, C rész a harmadikon belül. Tehát akkor a szemfülesek az adásnak a hallgatói nézői között észrevették azt, hogy kimaradt egy valami, ez pedig a mert az elején. Ami nem véletlen, hogy kimaradt, mert hogy ez a szó köti össze a már az előbbiekben is tárgyalt kontextussal, vagy környezettel ezt az igeverset. Tehát sokszor szoktuk ezt az igeverset úgy idézni, hogy úgy szerette Isten a világot, stb. És elfelejtjük azt, hogy van az elején egy mert. És ennek a mertnek nagyon fontos szerepe van, ugyanis ez az igevers nem önmagában áll. Tehát nem csak úgy ott lebeg a semmiben, hanem kapcsolódik valamihez, és ez a mert kapcsolja oda ezt az igeverset az előzőekhez, ami pedig a 14-es és a 15. verse az előző fejezet, vagy hát ennek a fejezetnek, ami pedig így hangzik, hogy és ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Ez a 14. és 15. vers egy nagyon híres ószövetségi történetre utal, mégpedig a Mózes 4. könyvének a 21. fejezetére utal, amiben is a részkígyónak a története van benne. Mi ez a részkígyó? A részkígyó története arról szól, hogy Izrael népe vándorolta a pusztában, amit ugye sivatagnak kell érteni, amikor a Biblia pusztát írt, akkor ilyen sivatagos, félsivatagos területet kell érteni, akkor ott az engedetlenségük miatt az Isten rászabadított egy csomó kígyót az ő táborukra, és ezek a kígyók megmarták őket, viszont Mózessel készítetett egy részből készült kígyót, amit feltett egy póznára, tehát egy részből egy pózna, és arra föl lett téve egy ilyen részből készült kígyó, amire hogyha föltekintett valaki, akit megmart egy valódi kígyó, akkor meggyógyult. Talán valakinek föltűnhetett, hogy ez a póznára tekeredő kígyó, ez sokszor előfordul a hétköznapokban, ez nem véletlen, ugyanis a gyógyszertáraknak ez a jelképe. Nem azért, amiért mondjuk régebben szokták mondani, hogy a kígyó méreg az gyógyítani is tud, és akkor ezért nekem még próbáltak ilyet beadni, ez nemes egyszerűséggel ez a 4 Mózes 21-ből van, hogy aki föltekint a részkígyóra, az meggyógyult, tehát a gyógyulásnak a lehetőségét adta meg az Isten a népnek annak ellenére, hogy úgy viselkedtek, ahogy ami ugye maga után mondta ezt a fajta büntetést is. És hogy ez hogy jön ez az egész történet ide? Sokszor szokták ábrázolni ezt a póznán lévő részkígyót úgy, hogy ez a pózna ez kereszt alakot formáz. És akkor itt már egy csomó áthallás van, vagy szimbólum van, ami ezt tudunk kötni. Egyrésztről tudunk kötni a bűnhöz, ugye, hogyha a bűnesetnek a történetét nézzük. Apropó, hogyha még nem hallgattátok meg az ezzel foglalkozó podcast adásokat a csatornán, főleg a legutóbbit, ahol is
Erlitz Anita református lelkész barátommal beszélgetek erről a történetről, akkor belinkelem arról, mindenképpen hallgassátok meg. Másrésztről tudunk asszociálni Krisztusnak a keresztjére, ami nem véletlen, hiszen maga Jézus is erre utalít, hiszen azt mondja, hogy ahogyan a kígyót felemelte Mózes a pusztából, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Ez a felemeltetés, ez nem lebegést jelent, hanem a földről való eltávolodást, és amikor Krisztust keresztre feszítették, akkor nyilván a talajtól elszakadt, hiszen föntebb volt, csak úgy, mint ez a kígyó. Ugye azt mondja, hogy aki hisz benne, hisz, annak örök élete legyen, tehát ahogyan a kígyó részkígyóra való föltekintés az életet jelentett annak, akit a kígyó megmart, úgy, ha valakit a bűn megmar, most mondom így idézőjelbe, persze a mindenkit megmart, tehát hogy erre mindenkinek szüksége van, de föltekint a keresztre, azaz hisz, annak nem csupán biológiai, de erről majd a legvégén, az igevers legvége kapcsán fogunk beszélni, hanem annak örök élete lesz akkor. Tehát ez az egész igevers, ez a Krisztus keresztjét teszi a középpontba. Ebben az a nagyon izgalmas, hogy ugye János, vagy a jánosi szerzők, amikor leírták ezt a történetet, akkor ők ugye már a feltámadás után írták le, de magában a történetben, ott és akkor, amikor ez a Nikodémussal való beszélgetés lezajlott, akkor ott még fogalma sem volt sem a tanítványoknak, és főleg nem Nikodémusnak arról, hogy ez mire utal. Tehát mi ma utólag vagyunk okosak ebben a történetben. Nem véletlenül mondta különben Kierkegaard, akit Kierkegaardnak is szoktak csúfolni, de mivel ő dán volt, úgy kell kejteni a nevét, hogy Kierkegaard, ő mondta azt, hogy mi sok esetben sokkal jobban látjuk a Jézus történetet, mint az apostolok, akik benne voltak, mert mi már rá tudunk nézni a nagy képre, már nagyon sokan nagyon sokféle értelmezési utat végigjártak, zsákutcába bementek, de nekünk ezt már nem kell megtenni, tehát már nem kell ugyanabba a hibába beleesni. Még egyszer, úgyhogy sokszor jobban látjuk a történetet, mint ott is akkor, a szereplők, nyilván leszámítva Jézust, hát itt ez pontosan így van. Ezzel a Mertel, amúgy a részkígyó történetére utal, és végső soron Krisztusnak a keresztjére utal, ez a központja lesz ennek a történetnek, központi irányultsága ennek a történetnek. Így kapcsoljuk ezt az igeverset az előzőekhez, és akkor nézzük meg az értelmezési egységeket. Minden értelmezési egységben lesz egy kulcs ige, és most az ige alatt itt most nem bibliai verset értünk, hiszen ez egy bibliai ige, hanem a szófajt értjük, tehát tényleg egy ige, ami tulajdonképpen a lendületet adja meg ennek az igeversnek. Tehát tele van ez az egy mondat igékkel. És ez egész olyan sodró. És ennek a sodrásnak az igéit, tehát ami tovább lendíti az egyik értelmezési egységből a másik értelmezési egységbe ezt a mondani valót, azt ezek az igék biztosítják a lendületet hozzá. És így minden szakaszban, vagy hát minden részben lesz egy ige, ami, vagy hát adott esetben több is, ami ezt viszi. Ilyen például az elsőben a szerette, a másodikban lesz majd az adta, és a harmadik A, B és C részében is, vagy pontosan az A és a C részében lesz benne, az, hogy hisz ő benne, és az örök élete legyen, na most ezt a legyenről lesz majd, erről fogunk majd beszélni itt a végén, hogy ez hogyan is legyen. Úgy szerette Isten a világot. Na nézzük meg ezt a szerettét mindenek előtt, hogy itt milyen kifejezésről van szó, mert úgy szerette Isten a világot. Tehát az első rész az tulajdonképpen a kiindulási pont. Tehát úgy szerette Isten a világot, tehát az Isten szeretete az a kiindulási pontja ennek az igének. De hogyan is van ez a szeretet? Az a szó, ami itt szerepel, az úgy hangzik görögül, hogy agapé, és ez azért nagyon fontos, mert hogy a görögben három szó van a szeretetre. Van az agapé, van a filia, és van az erosz. Ugye az eroszt azt az erotika kifejezésben találjuk meg, tehát ez a testi vágyat is jelenti, a másik iránti ilyen vágyat. A filia az a baráti szeretet, vagy mondjuk így, hogy mellérendelő szeretet, most csak az egyszerűség kedvéért mondom így, ebben most nem akarok belemenni, majd erről lesz egy külön adás különben. És az agapé pedig, ami itt szerepel, azt mondhatnánk nagyon röviden úgy, hogy isteni szeretet, de ezt nem úgy kell érteni, ezt az isteni szeretetet, hogy
Mert persze itt arról van szó, hogy úgy szerette Isten a világot, de hogy az agapét azt emberre is szokták, vagy hát ember is tud agapé szeretni. És ez nem azért isteni szeretet, mert csak az Isten képes rá, hanem azért, mert az Istentől származik. Istentől származik ez a szeretet. Tehát amikor mi agapé szeretetről beszélünk, és nagyon sok helyen a Bibliában, ahol szeretet van, ott agapé szeretet van, ugye a magyarban ez nem jön ki, mert ott mind szeretet. Ugye van nekünk egy másik szónk, az ilyen nagyon erős pozitív értelemre, az a szerelem, de az sem fedi le egyik másik fogalmat sem, tehát az más kategória a szeretet és szerelemnek a megkülönböztetése, mint a görögnek az agapé filia és erosz megkülönböztetése. Tehát ez így fordításilag egy viszonylag bonyolult helyzet, ezért a legtöbb helyen szeretet szerepel ott is, ahol agapé van, ott is, ahol filia van, és ott is, ahol erosz van. De itt most már tudjuk, hogy itt az agapé szeretet szerepel, ami azért nagyon fontos, mert hogy ez a szeretet, tehát az agapé szeretet, most ez az Istentől származó szeretet, de hogyha emberek között is megvan ez a szeretet, hiszen a hitből fakadóan ez meg tud történni emberek között is, akkor ennek a szeretetnek az a jellemzője az, hogy nem függ a szimpátiától, tehát nem azon alapul, hogy nekem ki szimpatikus vagy ki nem, nem függ a teljesítménytől, és nem kölcsönös, nem kell, hogy kölcsönös legyen. Tehát, hogy ennek a szeretetnek nincsen ellentételezési függvénye, és nincsen a szónak, nem is tudom milyen értelmében, személyes része. Tehát, hogy ez nem azon múlik, hogy nekem bejönne az az illető, aki iránt ezt érzem, nem attól függ, hogy ő ezért tette valamit, hogy én szeressem, és nem is kell, hogy kölcsönös legyen, tehát viszonzásképp sem várok semmit. Mert ennek az agapé szeretetnek Isten a forrása, nem pedig az én, vagy bárki másnak bármilyen tette. Ez nagyon fontos ebben az agapé szeretetben, hogy ez csak és kizárólag az Istentől függ. Nyilván abban az esetben, hogyha az Isten szeret így, akkor az teljesen egyértelmű, de ez emberi esetben is így van. És nagyon sokszor, amikor a Biblia arról beszél, hogy szeressétek ezt, vagy szeressétek azt, akkor ott nem a filia, vagy nem az erosz szerepel, hanem az agapé szerepel. Ami egyértelműsíti azt, hogy ez nem a szimpátián alapul, nem a teljesítményen alapul, nem a kölcsönösségen alapul, hanem azon, mert az Istentől ez származik, az Istentől jön hozzám ez a szeretet, és én az Istentől hozzám jövő szeretettel tudom szeretni a másikat. És hát itt ebben az egységben, az első egységben úgy szerette Isten a világot, pontosan ez a szeretetnek a megérkezése van. Tehát ez a szeretet, ez megérkezik, és ez megy aztán tovább, és én is tudom továbbadni, és én is tudok így szeretni. Tehát ha ez a megérkezés, ez nem lenne, nem jönne, akkor ezt nem tudnánk megtenni. Éppen azért nagyon fontos, hogy ami történik az egyházban, és ami történik Jézus Krisztuson keresztül, az mind az Istennek a szeretetéből táplálkozik. A másik nagyon fontos kifejezésünk itt, amiről beszélni kell ebben az első értelmezési egységben, ugye hát az Isten az értelmszerűen az atyára vonatkozik, az pedig a világnak a kifejezése, hogy mit jelent ez, hogy a világot. És nagyon érdekes, hogy a világról beszél, és úgy beszél a világról, hogy abban valami nagyon-nagyon univerzális és nagyon-nagyon átfogóról beszél. Tehát nem azt mondja ez a mai igénk, hogy úgy szerette Isten az embereket, vagy úgy szerette az ember, vagy úgy szerette az Isten az embereknek egy csoportját, hanem azt mondja, hogy úgy szerette a világot. És az a kifejezés, ami itt szerepel, nagyon érdekes, mert nem más, mint a kozmosz. Tehát amikor az Isten szeretetéről beszélünk, és az Isten, spoilerezek a következő részre, hogy az Isten Jézus Krisztusban megjelent szeretetéről beszélünk, akkor az egész kozmoszra vonatkozik. Mondhatnánk úgy is, hogy univerzum. Tehát mondhatnánk úgy ezt az igét, hogy úgy szerette Isten a kozmoszt, vagy az egész univerzumot, hogy egyszülött fiát adta. Tehát ez az egész világegyetemre vonatkozó esemény. Éppen ezért mondjuk mi az evangélikus teológiában azt, hogy a megváltás az egész világra vonatkozik. Ugye a református teológiában van egy ilyen, az eleve elrendelés miatt van egy ilyen kitétel, hogy a Krisztusnak a megváltása csak azokra a személyekre érvényes, akik,
akiket az Isten már a világ teremtés előtt kiválasztott az örök üdvösségre, mert akiket örök kárhozatra teremtett, ugyanis a kettős predestináció az. Az azt mondja, hogy valakiket az Isten üdvösségre, valakiket pedig kárhozatra teremtett, mert erről is készítettem egy adást, ezt is belinkelem alulra. Ezért nem valljuk mi evangélikusok a kettős predestinációt. A predestinációt igen, de a kettőset nem, hogy mi között a különbség, az tényleg azt az adást hallgassátok meg, és akkor abból kiderül. Tehát, hogy a krisztusi megváltás az egész univerzumra vonatkozik. Nem csak azokra, akik megváltódnak a végén, hanem mindenkire vonatkozik. Az egész univerzumra. Ez egy fantasztikus dolog különben. Nem véletlen mondja Pál apostol sem a Róma 8.19-ben, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És itt ugye teremtett világról beszél, tehát nem arról beszél, hogy az embereknek egy csoportja, vagy nem tudom én, az emberiség, az egész teremtett világ várja az Isten fiainak megjelenését, azaz, hogy ők az evangéliumot továbbadják. És sóként és világosságként legyenek ott a világban, ez az egész univerzumra vonatkozik. Az egész teremtett világra, már pedig az egész teremtett világ az egész univerzum, tehát az Isten nem csak a Föld bolygót teremtette, vagy csak a naprendszert, hanem az egész univerzumot ő teremtette. Különben erről a kozmikus megváltásról, tehát a egész kozmoszra vonatkozó megváltásról is készült egy adás, amikor Gáncs Tamással beszélgetek a zöld kérdésekről, meg teremtésvédelemről, azt is belinkelem majd ide alulra, azt is érdemes meghallgatni, tehát egy kozmikus megváltásról van szó. Tehát az Isten szeretete az az egész világra vonatkozik. Nem csupán az emberekre, az embereknek egy csoportjára, hanem az egész kozmoszra, vagy az egész univerzumra vonatkozik. Tehát amikor megjelenik az Isten szeretete, akkor az érvényes az egész világra, most attól függetlenül, hogy ezt a fajta érvényességet ki az, aki, most értsétek jól, amit mondani fogok, apró pénzre tudja váltani, és ki az, aki nem. Ez egy megint más tészta, de maga az Istennek a szeretete, a szeretetének az ernyője az az egész világra vonatkozik. A második értelmezési egységünk, tehát az első az volt, hogy úgy szerette Isten a világot, a második, hogy egyszülött fiát adta, ugye itt majd az adta lesz az igény, de ne szaladjunk előre. Tehát, hogy ebből a szeretetből fakadóan, amiről itt az előző részben beszélgettünk, ebből a szeretetből fakadóan adta, mégpedig kit adott, az ő egyszülött fiát. Na most beszéljük meg, hogy mi ez az egyszülött fiát, ugye itt nyilván Jézus Krisztusra vonatkozik, bár Eper 3-ban beszél saját magáról, itt ebben az igeversben Jézus, különben ebben a beszélgetésben ez többször is előfordul. Itt nyilván nem valami tudathasadásról van szó egyszerűen, hanem csak a teológiai megfogalmazás kedvéért van ez így Eper 3-ban megfogalmazva, és nem mutogat folyamatosan magára Jézus, és mondja azt, hogy én, hanem itt inkább az atyának a szeretetére akar rámutatni, amit amúgy az egész szolgálatában is tett. Szóval ezt úgy mondjuk, ezt az egyszülöttet, amit van, hogy monogemész, tehát tényleg egyedül szülött, tehát nem feltétlenül egyetlenként kell fordítani, van olyan bibliafordítás, ami egyetlent mond, de nem, mert egyszülött fiát. Na most ez két dolgot érdemes ezzel az egyszülöttel kapcsolatban mondanunk. Az egyik dolog az az, hogy született, a második pedig az, hogy egyedül, tehát hogy egy. Na most hogy értjük ezt a két fogalmat itt? Úgy értjük, hogy Jézus Krisztus nem teremtmény. Tehát nagyon sokszor az egyház történetben voltak olyanok, és ma is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus egy teremtmény, az Istennek a teremtménye, és úgy, hogy az Istennek a gyermeke, hogy az atya megteremtette Jézus Krisztust, de ezt a kereszténységnek mondjuk úgy, hogy a igaz tanítást valló része, az ezt nem osztja, többek között ezért, mert hogy itt születésről van szó, tehát monogenész az eredeti görög kifejezés, itt ez kifejezetten a szülésre vonatkozik, születésre vonatkozik, és hát például a nicai hitvallásban, amely a kereszténységnek az egyik egyetemes hitvallás, ott is azt mondjuk, hogy született és nem teremtetett, ugyanis a született az ebből a szempontból, és pontosan például ebből az igehelyből vonatkozóan, az egy szembenálló kifejezés a teremtménnyel, vagy teremtetettséggel. Tehát, hogy ez a kettő, ez egy szembenálló, és nem abban az értelemben, hogy ellenségesek, hanem hogy más minőséget jelöl. Tehát a teremtmény az, akit az Isten létrehoz a semmiből, a születés az pedig közvetlenül az Istentől való származottságot jelenti az ő Jézus Krisztusnak az esetében. Úgy szoktuk mondani, a Szent Háromságról is sokszor volt már szó
a csatornán majd ezeket az adásokat is mind be fogom linkelni, de hogy ha a viszonyait nézzük a Szent Háromságnak, akkor azt tudjuk mondani, hogy az Atyától a Fiú született és nem teremtetett, és a Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól származik. Tehát egyikben sincs benne a teremtésnek a motívuma, mert hogy közöttük nem teremtettségi viszony van, hanem kapcsolati viszony, születés és származás. És hogy miért egy, mert ugye ez is nagy kérdés, hogy miért egy szülött fia, miközben a hívő emberek magukat Isten gyermekeinek mondják, ami így jól is van. Ez az egy szülött, tehát ez nem arra vonatkozik, hogy nincsenek az Istennek más gyermekei, hanem abban az értelemben egy, hogy ő az egyetlen, aki ilyen közvetlen módon született ebben az értelemben az Atyától. Az újjászületés, amit a kereszténységben mi nagyon fontos dolognak tartunk, tehát az, hogy az Isten felé való fordulásnak és az Isten útján való járásnak egy kulcs pillanat az újjászületés, az is az Istentől való születés, de nem abban a minőségben, ahogy a Jézus Krisztus ezt azért be lehet látni. Tehát ugyanazt a szót használjuk rá, viszont azért minőségileg itt nagyon nagy különbségek vannak. Tehát aki ilyen szinten közvetlen módon kapcsolódik a születés által az Istenhez, az egyedül Jézus Krisztusra vonatkozik. Ez az a különleges viszony a kettőjük között, az Isten és a Fiú között, ez a születés, ami csak az övéké. Ez adja meg az ő kapcsolatuknak a különlegességét. Na és akkor oda is értünk az adta kifejezéshez, hogy itt miről szól ez az adta kifejezés, ugye ez a következő igénk, tehát a szerette után, a második részben ez az adta, tehát a szeretetből fakadóan az Isten adta a fiát, ami tulajdonképpen egy eufémizmus, legalábbis visszagondolva mindenképpen, ugyanis ez nyilvánvalóan a keresztre vonatkozik. Tehát az adás az nem csak abban nyilvánul meg, hogy Jézus Krisztus eljött és beszélt az Istennek a szeretetéről, hanem hogy fe is áldozta saját magát, az Atya adta őt, és ő feláldozta magát értünk. Ezért mondtam azt, hogy nem lehet különálló igeversként kezelni ezt a János 3.16-ot, hanem a 14 és a 15. vers, amiről beszéltünk. Na hát ez az adta arra vonatkozik, ugye a keresztre vonatkozik, és enélkül nem tudjuk értelmezni. Tehát éppen ezért van az, hogy Jézusra nem tekinthetünk úgy, mint csak egy profétára, vagy egy nagy tanítóra, vagy egy micsoda hatalmas ember, vagy egy erkölcsi vezető, vagy egy nagy jellem, hanem ő Isten fiaként áldozat is. Miértünk? Ez az adta, ez egyértelműen a keresztre vonatkozik, hogyha hozzáolvassuk a kontextust, azaz a szövegkörnyezetet is, mégpedig a 14. és 15. verset, amit mi ugye meg is tettünk. És akkor a harmadik rész, aminek van egy A, B és C része, így hangzik ugye, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennek az első része és kiindulási pontja az, aki hisz ő benne. És ugye itt a hit az, amelyik az a központi fogalom és ige, amely tovább lendít bennünket. Tehát szerette az Isten, ezért adta a fiát, hogy aki hisz ő benne. Tehát tulajdonképpen ez nem egy egymásból, abban az értelemben nem egymásból következő igék ezek, hogy lineárisan jönnének egymás után sorban, hanem minden egyfelé mutat, mégpedig az adta felé. Tehát Jézusra mutat ez az egész. Tehát úgy szerette Isten világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, mármint hogy Jézusban, és hisz abban, hogy az Isten adta az ő egyszülött fiát. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a hit az arról szól, hogy én elhiszem, hogy az Isten van. De ez egyszerűen nem így van, mert az, hogy elhiszem azt, hogy van az Isten, az egy dolog. De a hit, az, hogy én hiszek az Istenben, akkor az azt jelenti, hogy nem csak a létezésében hiszek, hanem az Istennek a tetteiben is hiszek. Tehát abban, hogy ő cselekszik, abban, hogy ő csinál dolgokat és mond dolgokat, márpedig amiket ő csinál, és a legnagyobb, amit ő tett ebben a világban, ami az egész kozmoszra vonatkozik, az az, hogy az ő egyszülött fiát adta. A hit akkor érvényes, akkor van szó erről a hitről, amiről itt beszélünk, hogyha mi hiszünk abban, hogy Isten szerette a világot és egyszülött fiát adta, azaz hiszünk a kereszt nemben, mert hogy a keresztben nem kell hinni, Jézusban kell hinni, hinni kell abban, hogy Jézus a kereszten adta magát értünk. Hogy az Isten adta őt a világba, és Krisztus áldozta magát értünk a keresztben. Hát még egyszer mondom,
nem arról van szó, amikor hitről beszélünk mi a kereszténységben, hogy elhiszem, hogy van Isten, hát az nagyon szép dolog, hanem az, hogyha követem is őt, és hiszek abban, amit ő tett és mond. És hát azt ezt mondja, és ezt teszi. Hogy Jézus Krisztus eljött értünk, és a kereszten adta magát. Na és ebből, hogy aki hisz ő benne, ebből két dolog is fakad. Ennek a hitnek, hogyha mi hiszünk Jézus Krisztusnak a keresztjében, akkor ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy el ne vesszen, tehát az elveszésnek az elkerülése, most mondom így, és értelemszerűen ebből fakadóan, hogy örök élete legyen. Tehát ebből a hitből, ezért mondtam, hogy az A, B és C rész, ez ahogy aki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert hogy a hitnek, az Isten fiában való hitnek és a keresztben való hitnek, annak két eredménye van, két eredménye kell, hogy legyen. Az egyik az, hogy ne vesszünk el, a másik pedig az, hogy örök életünk legyen. Mert ugye ez a két út, az elveszés és az örök élet, és hogy elkerüljük az elvesződést, és az örök életre menjünk. Mit jelent ez, hogy el ne vesszen? Ez nyilvánvalóan, vagy hát nem nyilvánvaló, de most mondom, tehát ez a kárhozatra vonatkozik, és a halálra. Mégpedig nem a biológiai halálra, hanem a úgynevezett, amit úgy szoktunk mondani, hogy a második halálra, tehát a kárhozatra vonatkozik ez. Nagyon sokan akarták, és mai napig is akarják a kárhozatot, mint tényezőt kihúzni a kereszténységből. Ez nagyon problematikus. Már az első évszázadokban is voltak olyanok, akik azt mondták, hogy az Isten nem lehet olyan, hogy valaki elkárhozik. Tehát, hogy valaki örök büntetésbe kerül. Például Origenész, akit én amúgy alapvetően nagyon tisztelek, ő volt az, aki, ebben nem értek vele egyet, nagyon nem, aki az úgynevezett apokatasztázis panton, ez egy görög kifejezés, mindeneknek a helyreállítása, ezt a tanítást fogalmazta meg, miszerint az Isten végül úgyis majd helyreállít mindent, és lehet, hogy lesz büntetés, mert hogy azt azért a Biblia alapján nem lehet kimondani, hogy ne lenne következménye a dolgoknak, de ez a következmény, ez temporális, időleges, és majd a végén az Isten mindent helyreállít. Én nem gondolom, hogy ez így van, és hát a teológiának a nagy része sem gondolja, vagy a teológusoknak a nagy része sem gondolja, hogy van így, viszont nagyon népszerű, mert hogy nem tudjuk azt elfogadni, hogy az Isten lehet ilyen is. Ennek az oka az, hogy nagyon sokszor az Istent megpróbáljuk egy dobozba bezárni, mégpedig egy olyan dobozba, amit mi alakítunk ki, és azt mondjuk, hogy ettől eddig az Isten Isten, de ettől innentől kezdve nem lehet az Isten. Márpedig aznak az alázatnak a teológia művelésekor bennünk kell lennie, hogy nem tudjuk. Tehát nem tudhatunk mindent, és hogy az Isten nem csak addig tart, amíg mi őt gondoljuk, hanem attól sokszor tovább is, mégpedig olyan módon, ami nekünk adott esetben nem tetszik. Hát kinek tetszik a kározat? Nekem se tetszik. De egyszerűen ez egy olyan dolog, amelyet biblikusan és logikusan végig gondolva ezt el kell fogadnunk, hogy ilyen létezik. De az Isten megadta mindenkinek a lehetőséget, az egész kozmosznak, hogy ne ez legyen az osztály része, hogy el ne vesszen a hit által, ami az ő fiában van. És hogy honnan gondolom, hogy ez az elveszés, ez erre vonatkozik? Onnan, hogy ez a kifejezés, ez az el ne vesszen, ez amúgy apollümi így hangzik a görögben, de ez most mindegy, ez tényleg a halált jelenti. Ezt onnan tudjuk, hogy például Máté 2.13-ban is ugyanez az ige szerepel, mégpedig ez ugye a Máté evangéliumának az első nagyon elején van, amikor Heródes halálra keresteti Jézust. És ott ezt a kifejezést, hát ugye még a kis Jézusról van itt szó, tehát Jézus éppen csak hogy megszületett, és ugye el kellett menekülniük Egyiptomba. A kisgyermekeket lemészároltatta Heródes, ismerjük a történetet, vagy ha nem, akkor nézzük meg Máté evangéliumának második fejezete, és ott van, hogy halálra kerestette Heródes Jézust, és amikor mi ezt olvassuk az igében, hogy halálra kerestette, akkor nem az erőfeszítés nagyságát, tehát a keresésre való, vagy a keresésbe belefektetett energiáknak a nagyságát, vagy végletességét akarja ez a halálra keresés kifejezni, hanem hogy effektíve megölni akarta őt, és ezért kerestette. Tehát nem a keresés intenzitására vonatkozik ez a halálra kerestette, hanem hogy tényleg a halálra akarta adni Jézust, tehát tényleg Heródes meg akart öletni Jézust. Tehát amikor, hogy aki hiszőben el ne vesszen, az tulajdonképpen úgy is lehetne fordítani, hogyha nyilván ez most egy ilyen kisarkított verzió, de hogy meg ne halljon.
Tehát, hogy aki hisző benne, ne halljon meg. De itt nem a biológiai halálról van szó, hanem a nagybetűs halálról. És mi az, ami felé viszont akarunk menni, az pedig az, hogy örök élete legyen. Na most itt két kifejezést is. Ja, és persze, igen. Ja, és hogy miért gondolom, hogy ez az örök halálra vonatkozik? Emiatt a hanem miatt. Ugyanis nyilvánvaló szembeállítás van e között, a két rész között, tehát hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ez a két választási lehetőség, vagy nem választási lehetőség, ez a két út, ami lehetséges. Tehát ez egy egymással szemben állított utak. Tehát az örök életnek az ellentéte az el ne vesszen. Tehát akkor az nyilvánvalóan a kárhozatra vonatkozik, hát az egyértelmű. De hogy itt ebben az utolsó részben, hogy örök élete legyen, két fogalmat is tisztáznunk kell, az egyik az az örök élet, és a másik pedig majd a legyen lesz. Legyen lesz, igen. Na nézzük ezt az örök életet először. Először is nézzük meg, hogy ez az élet kifejezés, ez micsoda. Itt az úgynevezett Zoé kifejezés van, amely szintén egy izgalmas, mert innen jön a Zoé női név, amely életet jelent, de ez nem egyenlő a biológiai életünkkel, mert hogy arra a biosz kifejezés van a görögben. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a szeretetnél, ugyanúgy, hogy szeretetre is több szó van a görögben, ugyanúgy az életre is több szó van a görögben, és itt a Zoé kifejezés szerepel, és nem pedig a biosz kifejezés szerepel. Miért fontos ez? Azért, mert a biosz tényleg a biológiai életet jelenti, tehát a sejteket, a vért, a húst, értjük, a Zoé viszont az életnek a teljességét jelenti. Tehát ez a teljesség kifejezése. És teljesség abban az értelemben, hogy ez magába foglalja egyrészt a bioszt is, nyilvánvalóan, másrésztről pedig az életnek a misztikumát, az életnek a más dimenzióit, és ez úgy általában az életre mind olyanra vonatkozik. Tehát amikor örök életről beszél a Biblia, akkor nem örök biológiai létről beszél, hanem örök Zoéról beszél, azaz életnek sokféle fajta formája van, van ennek biológiai formája is, de hogy az örök élet az fölött áll ennek. Tehát több, mint amit a biológia tud adni a számunkra, mondjuk így. És hát ebből is most visszamegyek megint erre az el ne vesszen kifejezésre, tehát ebből is tudjuk, hogy az elvesződés, az a halál, amiről ott szó van, amiről az előbb beszéltünk, az ugye szemben áll az örök élettel. Tehát ott a halál, itt pedig az örök élet, de nem biológiai szinten, hanem annál sokkal magasabb szinten. Ugye ez az élet is. Ez az örök, na hát ez még egy nagyon izgalmas kifejezés. Na most ez az örök, ez úgy van a görögben, hogy aion, és ez az aion, ez egy nagyon gazdag kifejezés, ugyanis effektíve nem azt jelenti, hogy vég nélküli, hanem ez egy görög filozófiából, bölcseletből átvett kifejezés, különben János evangéliuma tele van ilyenekkel. Elsődlegesen, tehát maga az aion, az elsődlegesen világkorszakot jelöl. Ugyanis a görög gondolkodásban és mitológiában a világ ilyen korszakokra van beosztva. Ugye ennek van átszivárgása a mai kultúrkörünkben is, gondoljunk csak a csillagjegyekre, hogy a vízöntő korszaka, a Herből például. Éneklik a Herben, tehát hogy vannak ilyen korszakok, vagy például gondoljunk a kínaiaknak a kultúráira, ott is van, nem tudom én, a kutyának, meg a sárkánynak, tehát hogy vannak ilyen korszakok, megkülönböztetnek ilyen világkorszakot, különben a kereszténységben is van, de most ebben nem menjünk bele bővebben. A lényeg az, hogy ez az aion kifejezés, ez nem arra reflektál, hogy ez vég nélküli, bár az, tehát hogy az nem kérdés, hogy az örök élet az vég nélküli, de hogy ennek van egy olyan többlet jelentése, hogy nem csupán azok között a keretek között valósul meg, mint amit most megtapasztalunk. Tehát, hogy ez túlmutat azon a dimenzión, vagy azon a megtapasztalási lehetőségen, ami ma az emberé. Tehát amikor mi az örök életben gondolkodunk, Zoén, Aionion, akkor az átível olyan dimenziókba, helyzetekbe, állapotokba, amit mi elképzelni sem tudunk. Mert nem a mi korszakunknak a sajátjai. Tehát az örök életnek, és most mondom így, az üdvösségnek a mienségére lehetnek elképzeléseink, és nyilván a Biblia is csepegtet ezekből, de annak a teljességét nem tudjuk elgondolni, elképzelni. Fel sem érjük. Lehetetlen,
mert hogy ez kinyúlik abból az ájjónból, amiben élünk. Csodálatos. És utal természetesen a kozmoszra is, mert hogy ez az egész világra vonatkozik. Tehát az ember nem kilép az egyik állapotból is átmegy egy másikba csupán, mondjuk egy örök élet vonatkozásában, hanem az egész világ alakul, és lép egyik állapotból a másik állapotba ezzel párhuzamosan. Nem feltétlenül mindig tökéletes szinkronban, de ezzel párhuzamosan. Mert hogy ugye, hogyha például a jelenések könyvére gondolunk, akkor ugye ott új teremtés fog megtörténni. Tehát tulajdonképpen a Zoe Ionion nem csupán az emberre vonatkozik, hanem az egész kozmoszra vonatkozik, hogy az is át fog lépni egyikből a másikba. Hát gyönyörű kép is, annyi minden van benne. Érdemes a jelenések könyvét, meg főleg az utolsó két fejezetét elolvasni, ahol egy pici van már csöpögtetve arról, hogy mi az, ami vár bennünket. Fantasztikus, érdemes tényleg elolvasni. És végül, de nem utolsó sorban beszélünk erről a legyenről, hogy örök élete legyen. Ez nagyon érdekes, egy magyarul mást jelentő kifejezés van itt, mégpedig az echo. Az echo, és ez ugye nem vízhang, vagy nem tudom én akármi, hanem ez a birtoklásnak a szava. Természetesen ez a birtoklás, ez nem azt jelenti, hogy aki hisz, az birtokolja az örök életet. Tehát az örök élete nem a sajátom, hanem azt kapom. És ez a kapás, ez hova utal vissza? Hát a szerettére. Mert ugye azt beszéltük az elején, hogy a szeretet, az az agapé szeretet, amiről itt szó van, az az Istentől származik. És amikor itt azt mondja, hogy örök élete legyen, nagyon jó, hogy nem így fordították a bibliafordítók, hogy örök életet birtokoljon, mert az nagyon félrevezetett volna bennünket, bár ezt jelenti a kifejezés, hanem hogy a szeretet, az, amit az Isten érez irántunk, az adományozza nekünk, adja a mi birtokunkba, hogyha úgy tetszik. Mit? Hát az örök életet. Ez a legyen itt, ez birtoklást fejez ki, de nem abban az értelemben, hogy az az enyém, és azt csinálok valamit akarok, hanem abban az értelemben, hogy én ezt megkapom ajándékba az Istentől. De tulajdonképpen így köt vissza a János 3.16 a végén az elejéhez. Gyönyörű ez az ige. Amikor az ember a Bibliát tanulmányozza, akkor mindig tudatában kell lennie annak, és mindig, ha nem is szem előtt, de valahol hátul ott mindig mozognia kell annak a gondolatnak, vagy annak az irányultságnak, hogy egy bibliai szövegnek mindig több rétege van. De nagyon fontos az, hogy amikor ránézünk egy bibliai szövegre, akár csak mint ahogy azt ma tettük, egyetlen egy darab igeversre, akkor nézzük meg azt, hogy mit olvasunk, mik azok a szavak, amik ott vannak, akár mögé nézhetünk a szövegnek, megnézhetjük azt, hogy mi van mögötte, akár történelmire, kulturálisan, vagy bármi. De ami a legfontosabb az, hogy a szövegnek a mélyére tudjunk menni. Hogy el tudjuk fogadni azt, hogy a felszínen és a mögöttes tartalmakon túl van valami a szövegben benne, ami üzenet, ami nekem szól, vagy neked szól. Amit éppen a Szentlélek ott és akkor mondani akar, mert ez az a mag, amire a hétköznapokban szükségünk van, és ez az a mag, ami átvezethet bennünket a mai igeversünkben is tárgyalt örök életbe. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, találkozzunk majd egy újabb adásban, a legközelebbi viszontlátásra és hallgatásra. Sziasztok!